Panaszkodunk, hogy nem változik, nem történik semmi a családunkban. Vagy pont ellenkezőleg azt érezzük, hogy annyi minden változik, hogy szinte lehetetlenség alkalmazkodnunk mindehez. Vagy esetleg azt érezzük, hogy családban élve, hú, mennyi odafigyelést, erőfeszítést, egymáshoz alkalmazkodást, kompromisszumokat, közös tanakodást kell belefektetnünk. A mai alkalommal ezeket a kérdéseket járjuk körül. A június a Mindsetnél a családok hónapja, én pedig lassan 2 évtizede párokkal és családokkal dolgozom, és ennek a munkának néhány tapasztalatából osztjuk most meg az aktualitásokat. Mégpedig arról gondoltam beszélni, hogy hogyan aránylik egymáshoz az állandóság és a változás igénye a családokban. Tulajdonképpen ez a két dolog, amiért megtesszük azt a sok erőfeszítést, amit a családban élés kíván, hiszen valóban családban élve, rövid vagy hosszú távon, nagyon sok odafigyelésre, egymással törődésre, egymás igényeinek figyelembevételére lesz szükség, és hát ez bizony idő, meg egyéb erőforrás igényes. Mégis megtesszük, hiszen a családban éléstől olyan dolgokat kaphatunk, ami máshogy szinte nem lenne pótolható. Az egyik az állandóság révén létrehozott biztonságérzet, a másik pedig a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás segítése. Ezt várjuk a családunktól és a párkapcsolatunktól is egyébként. Az állandóság nagyon fontos érzés, valószínűleg a kedves nézőknek is most egy fontos gondolat, hogyha hazamennek, nagyjából ugyanazok az arcok lesznek odahaza, mint akiket ott hagytak. És a változás pedig, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás életünk egyik alapfeltétele, tulajdonképpen az alkalmazkodásunk, a előrejutásunk, az egyről a kettőre lépésünknek az egyik legfontosabb építőköve. Mind a kettőre nagyon fontos figyelni, mind a kettőre szánni, állandóságot teremteni például a rendszeresen visszatérő, ismétlődő, kiszámítható programok, alkalmak, családi események, beszélgetések és összejövetelek révén, az állandóságnak a értékként való elismerése révén, az ebbe való kapaszkodás révén. Paradox módon persze nem csak a pozitív, ismétlődő dolgokra tekintünk biztonságérzetünk forrásaként, hanem a nem annyira rettenetes, de még épp elviselhető, viszont kiszámíthatóan bekövetkező, kellemetlen dolgok is paradox módon a biztonságérzetünkhöz járulnak hozzá. Így, ha ezeken nem változtatunk, azzal a biztonságérzetünknek adtunk egy nagyon fontos támpontot. Azonban lesz egy csomó olyan életfeladat, ahol bizony-bizony a rugalmasságunkat szükséges előhívni, változtatni a családi szabályokon, szokásokon, ahogy megy előre az életünk, ahogy elköltözünk, ahogy új munkát vállalunk, ahogy a gyerekek cseperednek. Minden egyes életciklusban szükséges lesz újra gondolnunk a szabályainkat, a szokásainkat. Ne ragaszkodjunk valamiért, valamihez csak azért, mert az megszokott, ismerős és így biztonságos. A rugalmasság nem csak tornász családokban fontos érték, hanem hogyha megteremtjük, hogy minden változásra megfelelően reagálunk és alkalmazkodunk, és közösen a családban kitaláljuk, hogy oké, hogyan változtatunk a szabályokon vagy a szokásainkon, amik ugye a biztonságérzet melegágyai, de most szükséges rajtuk változtatni, akkor kialakulhat egy megfelelő egyensúly. A biztonságérzet hiánya, hogyha nem áldozunk az állandóságra, az ugyanis szorongást szül. A szorongás nagyon rossz érzés, és menekülni szeretnénk azokból a helyzetekből, vagy akár a családból, ahol szorongunk. A változatlanság hiánya pedig fásultá tesz, ami azt hiszem a kapcsolatok építése szempontjából az egyik legrosszabb prognózis. És hát ilyenkor nyáron mi lehetne az egyik legklasszabb változás, hogy kimozdulunk otthonról és kirándulunk. Én most például éppen a Zemplén közepén lévő Kerekkő tetejéről beszéltem nektek. Keressetek bennünket a jövő héten is, amikor a Lélegzett Mindvlog újabb epizódjaival találkozhattok.